nem csak Győr, nem csak Magyarország, hanem Közép-Európa legnagyobb, legmodernebb, legkorszerűbb vízi élményparkját fogjuk átadni jövő év nyarán. Oldalra fordulok és oda mutatok, ahol a tetőn dolgoznak a szakemberek, az egy úszoda, egy fedett úszoda építése. Ebben egy 25x25 méteres medence, illetve egy tanmedence kerül megépítésre, illetve kerül kialakításra. Pillanatilag a szakemberek ennek az épületnek a tető szerkezetét alakítják ki. Hogyha tovább megyünk és kinézünk oldalra, a daruk mögé, akkor azt láthatjuk, hogy megkezdődött időközben a 300 férőhelyes parkoló lemez kiépítése, kialakítása is. Tudni kell azt, hogy akik majd ide érkeznek gépkocsival, ők itt biztonságban el tudják helyezni a gépkocsiaikat. Hogyha pedig ide alánk nézünk le egy picit balra tőlem, akkor azt láthatjuk, hogy itt pedig az úgynevezett kiszolgáló épületeknek a kialakítása zajlik. Mi pedig most itt vagyunk, én azt gondolom, hogy Közép-Európa egy olyan kiemelkedő létesítményén, ami egy vízi élményparkban található, ami pedig nem más, mint egy szódásszifon alakú csúszda. Ennek az egyik emeletén vagyunk. Ide természetesen, amikor ez átadásra kerül, nem csak a lépcsőn lehet majd feljönni, ahogy mi ezt tettük, hanem lifttel is megközelíthető lesz. 4 ponton lehet lecsúszni, és ennek a csúszda elemeknek a kialakítása, a csúszdának az összeépítése is folyamatban van. Hogyha tőlem jobbra kinézünk, akkor láthatjuk a Laguna medencéknek az építését is. Amikor legutóbb 2 hónapja itt voltunk, akkor az alapozás zajlott, most pedig már ezeknek a kialakítása. És hogyha hátra nézünk oda a 2 toronydarú mögé, akkor az egykori 2002-ben átadott Rábakvelle gyógyfürdő épületnek a belső átalakítása is zajlik. És hogyha egy kicsit oldalra a 2-es számú daru mögé nézünk le, ott pedig azt láthatjuk, hogy a gyógyászati központ épülete van ott, és összeköttetésre kerül ez, és várhatóan néhány héten belül az a gyógyászati részleg egyébként megnyitásra is fog kerülni, tehát azok, akik ilyen típusú ellátásra szorulnak, oda majd, de csak és oda természetesen az épületbe be tudnak lépni. Jelen pillanatban mintegy 200-an dolgoznak az építkezésen, és tél kezdetére pedig 400-an fognak itt dolgozni, hiszen akkor megkezdődnek akár az úszodaépületbe, akár a belső tereken a belső munkálatok is, és azt majd 400-an fogják végezni. A befejezési határidőről jövő év tavaszán várható az átadás, ez egy műszaki átadás, és a Győri Vízi Élménypark megnyitása pedig jövő év nyarán kerül sor.